Jó napot, sziasztok, köszöntelek benneteket. Eljöttünk egy új géppel egy rövid próbaútra. Itt a különböző kis utcákban megyünk egy rövidet. Az M3 autóparkban jöttünk, és oda fogunk visszamenni. Ezt kínáljuk nektek, nézzétek majd meg. Egy pár percben bemutatjuk nektek ezt az új gépünket. Egy Jeep Compass-t nézzünk meg, ami 2013-as darab, és egy 2.2-es dízelmotor van benne, 136 lóerős, egy nagy, tágas, robosztus terepjáró végül is ez a masina. Jó magasan ülünk, és tényleg egy komoly, nagy vasdarab ő. Egész jól tudunk vele esetleg terepezni, és meg is állok itt, mondjuk ez legyen az én helyem. Itt egy pillanatra megállunk, és akkor körbenézzünk. Itt árnyék is van. Nézzük meg, mi van ebben az autóban. Ugye mondtam, hogy 13-as, 147.167 km futású. Behúzok a kéziféket is, ne guruljunk el. Van üzemanyagunk is, mint látjuk, kilométer óránk van itt, fordulatszámmérő, és 147.000, ezt látjátok. Az autónk majdnem ugye elérte az üzemi hőfokot. Bőrkormányunk van, a kormányunkban van itt egy jó kis komputer menü, és itt pedig ugye a tempomatot tudjuk ugye aktiválni. Kilométerről a fölött megjelenik ez a felirat, ugye, hogy tudjunk tempomatozni. Két darab eredeti gyári kulcsunk van, állítható kormánymagasság, négy darab elektromos ablak, a bal első az automata, a tükrök pedig reméljük, hogy ugye mennek le föl, szépen lehet állítgatni őket, fölfelé már nem automata, csak lefelé. Be tudjuk magunkat jól zárni, jobban az összes emberkétek ide beült a kocsiba. Jó dolog ez, hasznos és szerintem. Azt mondja, hogy ilyen jó kis krómkarikákkal van díszítve a szellőző, és a kilincs is ilyen krómdíszítésű, meg ugye ez a kis gombocska, ami lefölmegy, ha ugye bezárjuk az autót. A járgányunkban egy bluetoothos CD-s rádió van, eszméletlen jól szól, nagyon kellemes és dinamikus hangzású. A klímája az jéghideget gyárt. Nem hoztam most a mérőkémet, de nagyon hideget csinál, ezt majd tapasztalni fogjátok. Menet stabilizátor van itt, ezt ki tudom belőle kapcsolni. Lámpa magasság 12 volt, egy 6-os váltó, és itt is ez a kis kromdíszítés földobja az autónk belsejét. Könyöktámaszt, amiben tudunk pakolászni, valahogy kinyílik, ígyni, tudunk bele ide pakolni. Itt van a komplet leírás a gépkönyve, összes papíruszkája, amit valaha kiadott a Jeep. Márka kereskedés a gazdájának. Azt mondja, hogy van itt elöloldalt, és igen, itt függönylégzsák. Rögtön föl is nézhetünk ide, így néz ki a tetőkárpitunk, nem az a sima kis végig egy síkba jön, hanem egy kis huplik vannak benne, meg egész más oda fölnézni, mint az összes többire. Azt mondja, hogy nézzük meg, hogy az elejében mi van, és még ránézünk ide akkor az ülésünkre is. Ez a leghasználtabb, ugye ez teljesen korrekt állapotban, többi ehhez mérten sokkal szebb kinézetű, de ezen sem nagyon látszik a használat. És akkor itt ez az óriási nagy darab vasunk, elég távol kell mennem, hogy beleférjen ide a kamerába, a képünkbe. Van a tetején ugye korlát, lehet pakolni rá majd nektek mindenféle dolgokat, amiket magatokkal akartok vinni, bicikli tartót, vagy tetőboxot, síléc tartót, ilyesmit. Az autónknak ki kell cserélnem azt a jobb oldali izolát, mint látjátok, az kihúnyt, úgyhogy ezt majd átnézzük, és kicseréljük benne az izzót. Kötfényszórónk van itt még, és itt akkor a mocia, viszont nagyon szépen ketyerészik. Találtam benne egy olajcsere címkét, ez mikor történt. 23.9. hóban 145.382, ha minden igaz. Ilyesmit látok rajta. Itt a tetőben, a motorháztetőben a szigetelés megvan. Kicsit körbenézzük itt jobb oldalról is. Gyári alufelni, alufelni mögött szuper jó fék. Szerintem az egészen újszerűnek tűnik. Kopásmentesnek, hátul is normális a tárcsafék, ugye, és ugye van itt hátul nekünk egy leszedhető vonóhorgunk, ez egy komoly darab, és ennek megvan a kis dugója is, amit ha leszeditek, ugye, akkor ezt
oda be lehet tenni hátra. Pótkereket találtam itt benne, ezt már megnéztem. Ebbe gondolom a emelő van, igen. Elakadásjelző, sárga mellény is van a gépünkben. Dönthető üléseket látunk itt, és egy jó kis hátsó ajtót, ezt lenyomtam. Azt mondja, mi van itt még, amit meg tudunk nézegetni. Ugye reméljük ezek is működnek. Így néz ki a nyitófelület. Pohártartó. És ezen az autónk így kívülről belülről, akkor menjünk visszafelé. Mert hogy ugye rögtön akkor csinálok egy újraindítást, és mehetünk visszafelé a géppel. Azt mondja, hogy leállítottuk. Ezt látjátok majd itt a indításkor, hogyha rendben vagyunk, akkor kialszik minden, így igaz. Szerintem mehetünk is akkor. Jó kézre első különben a váltója. Itt a könyök támaszol, csak simán el lehet érni. És lehet lögdösni, amit most én nem tudok, de amúgy ez ilyen lenne. Van benne erő, szépen gyorsul, egyenesen megy. Ezt körül kell nézni, mert itt szoktak jönni gyorsan. A klíma jéghideg benne tényleg, itt érzem, hogy lefagyaszt. Azzal nem lesz biztosan gond, a szélvédő tökéletesen egybe van, tükrök működnek, ezt lepróbáltuk. Nem kapog a futómű, csak hátul fúj kell, kipufogunk. Ezen kívül tényleg működik benne minden. Azt az izzót meg gyorsan kicseréljük a srácokkal, és az is rendben lesz, mire jöttök a gépért. Ugye a hatos a váltója, annyit tudnék váltani, de jelen állás szerint ez nem fog létrejönni. Mert hogy ugye körbeértünk a kereskedésbe, tehát az M3 autóparkba jöttünk, itt fogjuk ezt valahol letárolni, és ide kéne jönnötök, tehát Budapesten vagyunk, a 15. kerületben, a Szent Mihály út 90 számban, itt meg is állok, talán még annyit meg tudok csinálni nektek, hogy egy hátrafelét nyomtam rajta, könnyedén bevette a hátramenetet is, meg az egyest is, úgyhogy kuplungügyileg rendben van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, gyertek el hozzánk, ismerkedjetek meg ezzel a Jeep-vel, hát ha beleszerettek és vihetitek is, a viszontlátásra.